volt egy nagyon-nagyon csúnya ütközésed a második fél idő közepén. Mire emlékszel az esetből, hogyha megvan? Mindenre emlékszek igazából, tehát ez is mutatja azt, hogy hál' is ennek az agyrázkódásra ezt elkerültem. Hát ugye volt egy oldalról egy beadás, és próbáltam kizárni ugye az újpesti szélsőt, és hogy felugrottunk, utána már csak az ütközés, egy ütést éreztem, és két helyen szétnyílt a fejem, az egyik az hát egy ilyen 3-3,5-4 centi körülbelül, meg mellette egy ilyen 1 centi, aztán azért is jeleztem, mivel ömlött a vér a fejemből, hogy ezt jobb nem erőltetni tovább. Bejöttünk össze és vartuk, egyből elláttuk, aztán a végén már kim voltam a kispadon, szorítottam, hogy legyen meg a győzelem. Úgyhogy igazából ennyi, tehát ne kekeckedj a kapussal. Nehéz mérkőzés volt, szerintem nagyon jó iramba kezdődött a találkozás, 15-20 percben mind a két csapat próbált az ellenfél tér felén már letámadni a másikat, ebből egy eléggé lüktető játék alakult ki, voltak hibák, de ennek ellenére szerencsére sikerült megszereznünk a vezetést, aztán az Újpest előtt is ugye adottak helyzetek, egy ideig megúsztuk, aztán szerencsétlenül kaptunk egy gólt ugye Szögletből, ott egy picit lemaradtunk a Nagy Daniról, szépen befejelte, ez talán egy kicsit őket nyugtatta meg. Mi úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy mindenképpen meg kell nyernünk a mérkőzést, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön is. Szerencsére a fél idő elején sikerült betalálni, onnantól kezdve volt 2-3 olyan kontránk, amiből azt gondolom, hogy eldönthettük volna a mérkőzést, és akkor nyugodtabb lett volna a vége. Sajnos ez nem sikerült, és azért itt a 11 perces hosszabbításban izgulni kellett egy picit, de szerencsére jól megoldottuk a feladatunkat, és ami kialakult veszélyes helyzet, az pedig akkor is sikerült megúsztunk. Lovrencsics Gergővel beszélgettem, neki ugye az arcsontja, neked pedig a fejbőröd néz ki nagyon csúnyán. Mire harcos volt ez a mérkőzés? Minden derbi harcos, mert ezt tudjuk előre, hogy itt tényleg a vérünket kell adni a győzelemért gyakorlatilag. Egyébként nem éreztem különösebb durvaságot a mérkőzésben, ugye ezek a fejsérülések sajnos benne vannak, ugyanúgy, ahogy ugye a Mihának is itt a végén az orrából folyt a vér, illetve a Lásának is van egy késsérülése, most nem tudjuk, hogy az még törés esetleg, vagy csak enyhébb a probléma, de nyilván meg fogjuk tudni hamarosan. Én azt gondolom tényleg, hogy mindenki megtette a tőle tehető maximumot, és érződött az, hogy nagyon szeretnénk ezt a mérkőzést megnyerni, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelten is nyertük meg. Rengeteg szurkoló volt kint, milyen érzelmi töltettel bír egy ilyen mérkőzés és ilyen győzelem? Nagyon naggyal, hiszen azért ez csak is a derbi, ugye a hazai pályán mindenki, ugye aki kijött, az végig az utolsó pillanatig bíztatott minket, és ezáltal még amikor nehezebb periódusban is voltunk, ez átlendített minket a holdponton, és ezért is tudtuk megszerezni ugye a második gólt, ugye a második fél időben már benn voltam, tévén néztem, de volt még 3 olyan százas helyzetünk, amivel simán eldönthettük volna. Teljesen mindegy, megvan a győzelem a derbin, úgyhogy most lehet örülni neki, hiszen a bajnokság már előtte meg volt, de ez az igazi ünneplés, amikor a derbin győzelemmel hagyod el a pályát, és megvan a bajnoki cím. Iván Petriek oroszlán részt vállalt ebből a bajnoki sikerből. Szerhij Rebrobelov a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy kisutaztak ki ebbe, aztán nem sikerült megegyezni. Mi erről a te véleményed? Hát igazából mi is ugye ma olvastuk a híreket, ugye az Iván nem volt ma keretben. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segített nekünk a bajnoki cím megszerzésében, hiszen tényleg eredményesen futballozott egész évben. Ez nem a mi dolgunk, hogy ezt minősítsük, vagy értékeljük, hogy most hol folytatja a pályafutását. Ugye a klub szerette volna őt megszerezni, megtartani. Ezek szerint nem sikerült, ezt nagyon sajnáljuk, de hát előre kell tekinteni. Azt gondolom, hogy ugye ma arról játszott a helyén, és bebizonyította azt, hogy ő is tud eredményes jó játékot produkálni, úgyhogy nyilvánvalóan ez esélyt fog adni más játékosoknak is, hogy bizonyítani tudjanak. Összességében szerintem mind a két csapatnak megvoltak a helyzetei. Nekünk inkább az első fél idő vége felé ott voltak nagyobb lehetőségeink, amivel nem sikerült élnünk.
utána pedig a második félidőben a korán kapott gól, ez kicsit megpecsételte a mérkőzés kimenetét, ha bár mindent megpróbáltuk és bedobtunk mindent, és nagyobb rizikót vállaltunk föl, de így a Faladinak nagyobb területén nyíltak, és könnyebben tudtak helyzetet kialakítani, de ennek ellenére úgy gondolom, még a végén ott lett volna az egyenlítő találat, amit sajnos nem sikerült gólra váltani, így alakult, jó lett volna egy pontot szerezni. Azt mondani, hogy megpecsételted, azért meg volt, hát így a hosszabbításra együtt az egy bő 50 perc arra, hogy ellenítsetek, és nem volt annyira nagy helyzetek, hogy az utolsót kivéve. Mit gondolsz, hogy a helyzet kialakítással mi lehetett a probléma? Úgy gondolom, akkor a Fradi már játszott a nyugodt játékát, visszaálltak, és csak arra vártak, hogy mi egyet hibázzunk. Jobban ki kellett nyílnunk, a Fradi jól védekezett, jól lezárta a területeket. Ennek ellenére úgy mondom, hogy volt egy nagy helyzetünk, és türelmesen játszottunk, persze voltak benne hibák, de ennek ellenére mentünk előre, és megpróbáltuk, amit lehetett. Sajnos nem sikerült gólt szerezni. Rengeteg, hát úgymond kényszerű várakozás volt a mérkőzésen, hiszen nagyon sokat állt a játék. Ez mennyire vesz ki titeket a mérkőzésből? Ezzel úgy gondolom, hogy élnünk kell. Persze ez nem mindennapos dolog, hogy 5-10 perce állunk a mérkőzés közben, de ez hozzátartozik, és vele való a játéknak. Ezt tudjuk kezelni. A legutóbbi 4 mérkőzésen nem sikerült győznötök. Mit gondolsz, hogy a utolsó fordulókra miben tudnátok változtatni, hogy pontokat szerezzetek, hiszen azért ott vagytok a bronzéremért harcoltak, és nagyon fontos lenne tényleg győzelmeket szerezni. Igen, mindenféleképpen össze kell szednünk magunkat, és ha kialakítjuk a helyzeteket, ma is sikerült, a végén jobban kell összpontosítanunk, és egyszerűen meg kell törnünk ezt az átkot. Szerintem a teljesítményünk jó, a helyzeteink megvannak, ezt már csak ki kell használnunk, és utána újra minden rendes kerékvágásba megy.